is a dísztéradott otthont a Fonyódi Tök Jó Napnak, amelyre október 9-én 14 órától vártak minden kedves érdeklődőt. A helyszínen a Fonyódi Általános Iskolás és az óvodás gyerekek tökfaragásaiból készült kiállítás. A csodálatos nyarat idéző időben nem volt hiány a változatos programokban sem. Látogatók meghallgathatták a Fonyódi Önkéntes Tűzoltó Zenekar előadását, amit nem sokkal a Monitor Music School fiataljának fellépése követett. A táncot kedvelők megnézhették az örömtánc csoport bemutató fellépését is, és a Fonyódi Betyárok néptánc bemutatóját. Az U19-es női florba válogatott Fonyódi fiataljait Mórig József Attila országgyűlési képviselő, Hidvégi József polgármester és Erdei Barna alpolgármester köszöntötte. Szólítom színpadra a florba válogatott Fonyódi tagjait, Bodó Katát, Csermely Jázmint, Huber Lilit, Koponyás Laurát és Zsiborács Annát. Köszönjük szépen nekik, és sok sikert kívánunk a jövő évben, és egy nagy tapsot még egyszer. És csak annyit, lányok, hogy büszkék vagyunk rátok. Hajrá Magyarország, hajrá magyarok! Aki gasztronómiai különlegességre vágyott, sem maradt választék nélkül. Az idei évben is óriási választékkal képviselték magukat a tök felhasználásával készült sütemények, ételkülönlegességek. A Fonyód Konyha Kft. Idén is ingyenes kóstolóval készült a rendezvényre. Mivel készült a mai Tök Jó Napra? A cél az volt, hogy egy kicsit a zöldségfaragás és ebből a tök megmunkálását mutassam itt be. Úgyhogy itt a látható sütőtökből, illetve főzőtökből, és kiegészítettem többféle zöldséggel. Ez volt a mai terv. Jó, speciálisan úgy tudom, nekünk is készített valamit Fonyód városának. Mi lenne ez? Igen, kaptam egy ilyen kis emblémát, tehát ugye a kilátót, a Fonyód feliratot, és ugye ha már tök jó nap, akkor ezt a kis szlogent írtam bele a tökbe. Mióta foglalkozik zöldségek, illetve a tök faragásával? Hát ugye a szakmám kezdete óta, de komolyabban ezzel 94-ben kezdtem, amikor ténylegesen tudatára ébredtem, hogy én ezt most készíteni fogom. Ez mutatja, hogy azért van rá igény, és igazából nem a faragásra, hanem az alkotásra, magára, a kreativitásra.
és hogyha a szakácsok kezébe kerül a dolog, akkor pedig nyilván a tányéron sokkal szebbek lesznek ezután a letett munkák, az alkotások. Hagyományőrzők vagyunk, mert ez a harmadik alkalom, hogy kijöttünk a Tök Fesztiválra, úgymond, és annyit van megspékeltük most a tésztáinkat, hogy tök már liszttel meg van bolondítva egy picit a tészta. Mennyire szeretik ezt a vásárlók? Úgy vettük észre, hogy a legelső alkalomtól kezdve, amikor kint vagyunk, amióta kint vagyunk, hogy nagyon, nagyon szeretik. Tehát aki egyszer evett nálunk, az mindig visszajön. Ha nem itt, akkor a piacon, ahol vagyunk éppen. Ez volt az első évünk, amikor lehetőséget kaptunk arra, hogy kiköltözzünk az étteremmel. Négyfajta étellel készültünk, az egyik az egy kapros tökfőzelék fasírozottal és házi kenyérrel, angusztatárbiftekkel készültünk, ami tök magas pirítossal van, meg friss zöldségekkel, barbecue oldalassal, szép burgonyával és amerikai káposztasalátával, ami egy kicsit át van gombdolva, mert répa helyett tököt raktunk bele, és házi készítésű tökös mákos pitével készültünk még. Kicsik réparettek, mogyorók koncerten vehettek részt, és természetesen meg annyi szórakozási lehetőség között válogathattak. Népi játszótér, kézműves foglalkozások és játszóház várta a gyerekeket. A napot P.I. Barna élő koncertje zárta. Most nem tudom, hogy az vagy. Van indexetek? Be lehet írni. Minden van. Na jó, azért hozzáteszek, ez valami film. Thank you.